Köszöntjük nézőinket! Önök az Egy heted a Sopron Televízió közéleti magazinját látják. Műsorunkban az elmúlt egy hét legérdekesebb történéseit elevenítjük fel. Szombat este a Lions Corzón egy igazi időutazáson vettek részt a látogatók. Az esemény iránt érdeklődők Sisi bűveletében tölthettek el egy jó hangulatú, nosztalgikus napot Sopron egyik legszebb épületében és annak udvarán, a Lenk-villában. Az eseményen sor került a minden évben szokásos elnökváltásra. Ebben az egy évben arra voltam nagyon büszke, hogy ennek a csapatnak lehettem a vezetője, a Lions Club Sopronnak, amely 33 éve már egy közösséget alkot, és nem ismer lehetetlent. Rengeteget tudtunk segíteni idén is, annak ellenére, hogy a Covid azért megtépázta minden közösséget, minden egyesületet, de mi nagyon erősek tudtunk lenni, nagyon sok pénzt tudtunk gyűjteni, akár a karácsonyi borvásárba, akár a rendezvényeink, a Petras Mária koncerttől, az evangélikus templomban nyújtott koncertig és a személyes befizetésekbe és a város támogatásával. Az a kérdés, hogy az adományozók közül, akiket segítettünk, hát vannak, akiket folyamatosan minden évben. Most idén kétszer 11 csapatnak, közösségnek tudtunk nyújtani több millió forintos támogatást, átléptük az országhatárt is Petrozsényben, illetve Kóstelekre is tudtunk a határon túli magyarokat segíteni, és hát szükség volt ránk a kárpátaljai menekültek megsegítésére, és talán amelyik a szívünkhöz legközelebb állt az az, hogy 12 Covid-ban árván maradt gyermeket tudtunk Sopronban vendégül látni egész egy héten keresztül. Éttermek álltak mellénk, erdőháza, Kócsagvár, az Eszterházi kastély, föl se tudom sorolni, Lipóti strandfürdő. Egy olyan programot tudtunk összeállítani a árva gyermekeknek, akiket már a harmadik nap tudtunk mosolyra is fakasztani. Úgyhogy talán ez volt a legszebb, amit el tudtunk érni, és hát a mai rendezvény bevétele is a jövő évi programjaikat próbálja meg támogatni. Reméljük, hogy most egy más 12 gyermeket tudunk hozni, hiszen nagy szükség van. Azt hiszem minden civil szervezetre, aki tud segíteni, és hát mi ehhez kevesek vagyunk, kellenek a soproni polgárok, akik ezt a polgári klubnak a munkáját segítik. Idei év már egy eléggé gazdag szeptemberrel fog indulni programokban, gazdag szeptemberben. Már most megvan az időpont, hogy szeptember 10-én fogunk szervezni egy úgynevezett vakszületet, amit már több alkalommal nagy sikerrel megrendeztünk. Elmaradt persze kétszer a Covid miatt, de most megint úgy néz ki, hogy össze fog jönni, sőt nem úgy néz ki, hanem 100%, ha csak a Covid nem szól közben. Ez lesz szeptemberben. Aztán itt most a lánc átvitelekor említettem, hogy a Nemzeti Sírkert programon belül megjelölnénk a Sopronban lévő temetők oldalán azokat a hírességeket egy QR kóddal ellátott információval, akik az adott temetőben nyugszanak. 5 ilyen temető van a városban. Együtt dolgozva a Nemzeti Örökség Intézetével, szeptember hó folyamán a Nemzeti Örökség Intézete, illetve a Lions Club együtt fog dolgozni, és ezeket a táblákat fel fogjuk avatni. Ugyancsak szeptember végén lesz az úgynevezett kézzel fogva alapítványnak egy összejövetele. Szeptember végén Budapestről és máshonnan jönnek vakok, gyengéllátók, akik baromi érdekes módon olyan művészeti tárgyakat alkotnak, amit majd a látogatók úgy fognak megnézni idézőjelben, hogy kapnak egy szép kis állarcot, és a kezükkel majd megpróbálják kitalálni, meg fülükkel, meg orrukkal, kinek milyen van, hogy mit is ábrázol vajon az a művészeti alkotás. Úgy gondoljuk, hogy ez egy egészen érdekes és eddig még nem igen tapasztalható élmény lesz majd itt szeptember vége felé. Említettem, itt októberben lesz egy kitűnő koncertünk Kocsán Péter kiváló karnagyunk dirigálásával a Bánfalvi hegyi templomban lesz, már most szeretnénk felhívni a város figyelmét. Október 2-án 5 órakor lesz egy gyönyörű koncertünk. Aztán október közepén van a vakok világnapja, vagy úgy is mondhatnám, hogy a fehér botnak a napja, talán ez a hivatalos elnevezés, amit minden évben természetesen megtartunk, hiszen a Lions Clubnak az egyik legfontosabb tevékenysége a vakoknak, gyengéllátóknak,
akár siketeknek, gyengén hallóknak és egyéb akár halmozottan fogyatékos embereknek, főként gyerekeknek a segítése. Úgyhogy ez lesz október hó folyamán, illetve aztán hamarosan jön már az adventi egy hónap, amikor is ugye minden évben a Lions Club sok más szervezettel és magánszemélyel együtt kitelepül az adventi vásárra, és ott bortárulunk és egyéb tevékenységet végzünk, amivel, illetve az ilyen programokkal, mint ami a jelen pillanatban is van és zajlik, ilyenekkel próbálunk némi tőkét kovácsolni magunknak, átvitt értelemben is, meg hát abban az értelemben is, hogy valóban pénzt gyűjtünk, hiszen akik itt megvásárolták ezt a részvételi jegyet, ők segítik azokat, akik erre nagyon rászorulnak. Különös tekintettel most a Kárpátalján, vagy a kárpátaljai határon hozzánk jövő menekülteket. Azokon az embertársainkon való segítség, akik valamilyen módon másként élnek, mint mi, nem feltétlenül anyagi segítségre gondolok, de mindenképpen segítenünk kell őket. Lehet, hogy ezzel nem ért mindenki egyet, de sokszor a szó segítséget jelent, hogy egyáltalán szóba állunk valakivel, itt különösen egyedül élőkre és idősekre gondolok. Úgyhogy, bár azt hiszem ez a mondat, összetett mondatot mondott, ha jól emlékszem. Szóval a bármilyen módon való segítség a másik emberen, embertársainkon egy olyan fontos feladat, amit ha az ember belülről érez, akkor azt muszáj megtennie. Kalandos programokat ígért a résztvevőknek a Tini Túra tábor. A hét során a forrásokat, a kilátókat, valamint a különböző tanösvényeket is megismerhették a fiatalok. A legfőbb cél a természetjárás és a környezetvédelem népszerűsítése volt a gyermekek körében. Ma délután itt a botanikus kertben geoláda keresés van a gyerekek számára, ami nagyon érdekli a tinédzsereket, de mielőtt a geoláda keresésnek nekiálltak, letöltöttünk nekik GPS alkalmazást, azért, hogy ezt az alkalmazást mindjárt alkalmazni tudják, és játékos formában élvezik is így a gyerekek. 6 geoládát helyeztek el itt a kertben, a Léderer Gyuréjé, és azt kellett megtalálni a gyerekeknek, és ahogy látom, elég sikeres a dolog, mert a csapatok most már lassan be is érnek ezzel a geoláda kereséssel, élvezik a dolgokat. A ládákba különböző feladatokat helyeztünk el, növény meghatározást, fa meghatározást, aztán nem is tudom, ja, selfie készítést, ugye, hogy az is bent legyen. És ez izgalmas a gyerekek számára, kis csapatokat alakítottunk ki, hogy egy kicsit ilyen versenyellegű is legyen a dolog. A mi táborunk ezen a héten a tinédzsereknek szól, Tini Túra tábor néven. Tavaly hirdettük meg először ezt a tábort, és nagy sikere volt. Felső tagozatos gyerekeket várunk ide, és okostelefonnal. Azért hirdettem meg ezt a tábort, mert a gyerekeknek ezt már nem is lehet kiküszöbölni az életéből, de hogy hasznosan töltsék vele az időt, ahhoz nyújtunk útmutatást, hogy mi mindenre lehet hasznosan használni az okostelefont. Az egyik ez, hogy GPS alkalmazást töltöttünk le nekik, és hogy túrák során tudják követni a túra útvonalát. A másik az, hogy növényfelismerő applikációkat, és a harmadik pedig az, hogy fotózni tanítjuk a gyerekeket, mert a gyerekeknek nagyon érdekes látásmódjuk van, nagyon jó szemük van, apróságokat is felfedeznek, és hogy ezt jól tudják lefotózni, ezt tanítjuk nekik, hogy hogyan lehet alkalmazni. Tehát a természetfényképezés alapjait rakjuk le. Ebben Hipság Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke segít nekünk. Hát tulajdonképpen erről szól a táborunk. Miközben térképet olvasni tanulnak, túráznak, és tómalomra megyünk, ott fürödhetnek természetes vízbe, ezt fontosnak tartottam, nagyon élvezik, és a legvégén pedig táborzáró napunkon
úgy összefoglaljuk az egészet, amit eddig csináltunk, meg amit nagyon élveztek, és utána, ebéd után kint a Szalamandra tónál számháború zajlik, nem is akarják abba hagyni a gyerekek, de utána, hát ha a Jóisten is úgy akarja, akkor feloldják a tűzrakási tilalmat, és akkor a programunk szerint minden gyerek kis tüzet rak, megtanulnak tüzet rakni, és utána nyársat varagnak, és utána a szalonnát sütünk. Úgyhogy az benn van a programunkban, és ez úgy bevált. Most már 8. éve csináljuk a táborokat. A magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként a 2030 Climate Action kategóriában a Soproni Egyetem megnyerte a Zöld Talár díjat. A díj odaítélése kimagaslóan magas szakmai elismerés jelent a Soproni Egyetemen folyó, fenntarthatóságot szem előtt tartó szakmai munkának. A Soproni Egyetem 2022-ben a brit székhelyű egyetemek és főiskolák környezetvédelmi szövetsége által gondozott nemzetközi zöld talárdíjon indult egy komplex projektjével. Erről a zöld talárdíjról annyit kell tudni, hogy ezt az ENSZ környezetvédelmi programja is támogatja, és nagyon nagy szó bekerülni a döntősök közé. Az egyetem komplex pályamunkáját a zöld egyetem koncepción belül az egyetem környezetvédelmi fenntarthatósági tevékenységeiről nyújtotta be erre a NIVO díjra. A Soproni Egyetem szellemiségében zöld egyetem, és ezzel kapcsolatos volt a versenymű. Az egyetem oktatási-kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Emellett a működési folyamatait is igyekszik egyetemünk a lehető legkörnyezettudatosabban fenntartható módon irányítani. Nagyon fontos az egyetemnek a társadalmi hatása, a harmadik missziós tevékenysége, és tulajdonképpen ezt a hármast fonta át a beadott versenymű. Az egyetem 2021-es évre kiszámította a karbonlábnyomát, amely alapot adott ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen széndioxid egyenértékben kifejezett kibocsátásaink vannak, amelyek a globális klímaváltozáshoz járulnak hozzá. Megvizsgáltuk azt, hogy már milyen széndioxid elkerülési technológiáink léteznek, ilyen például a megújuló energiáknak a használata, vagy a megújuló energiatermelés bevonása az egyetem energiafelhasználásának fedezésére. Ezen számítás alapján pedig meg fogjuk tudni tervezni az elkövetkezendő fejlesztéseket, amelyek szintén a szénlábnyom csökkentését fogják tudni lehetővé tenni. Mindemellett nagyon fontos, hogy a kibocsátások ellentételezésével is foglalkozzunk, és a természetes megoldások, az erdők szénmegkötése révén az egyetem a kibocsátott karbon lábnyomát a faanyag tartós szénmegkötésén keresztül, az erdők szénmegkötésén keresztül ellentételezi, és ez a komplex projekt jelent meg ebben a munkában. Ennek nagyon kiemelt és fontos része az egyetem hűségerdő projektje, mi szerint az egyetem minden újonnan felvett hallgatója után egy fát ültet, ami egyfajta érzelmi kötődés is lesz az itt végzett hallgatóknak, hiszen saját fájukhoz térhetnek aztán vissza, akár hosszabb év után, vagy a családjukkal látogathatják meg ezt a hűségerdőt, ami egyébként nem csupán csak fa telepítésről szól, hanem valóban egy komplex tájrendezési projektben ölt testet. 2022-ben ezen a Nemzetközi Zöld Talárdíjon egyedüli hazai indulóként volt jelen a Soproni Egyetem, és már az nagyon nagy szó volt, hogy bekerültünk az 56 döntős közül, egyébként 19 országból kerültek ki a döntősök. Mindemellett vártuk a július 6-i ünnepélyes díjátadót, ahol nagy örömünkre megtudtuk, hogy a kategóriánkban, a 2030 klímaakció kategóriában megnyertük a zöld talárdíjat. A brit, francia, maleziai, japán, illetve indiai egyetemek mellett a mi kategóriánkban 10 versenymű, illetve 9 ország szerepelt. A hűségerdő projekt további jellegzetessége, hogy amellett, hogy az erdő telepítéssel
szenet kötünk meg, örök erdő formájában, illetve a faanyag tartós szén megkötéssel ipari faként kerül hasznosításra. Emellett természetesen további előnyei is vannak a hűségerdő telepítésnek, hiszen nagyon sok további ökológiai szolgáltatást is nyújt maga az erdő, rekreációs célokat szolgál, illetve a Nemzetközi Zöld Talárdíj zsűrije kiemelte a projektünkben azt, hogy maga a témája a versenyműnek szorosan kapcsolódik az egyetem környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos stratégiai célkitűzéseihez, kifejezetten kezdeményező jellegű, kifejezetten alkalmas arra, hogy más felsőoktatási intézmények számára is jó gyakorlatként bevezethető legyen, illetve nagyon fontos még megemlítenünk azt, hogy a társadalmi hatást értékelték nagyra a projektben, hiszen ahogy az egyetem jelmondata is a környezetet és az egyént állítja középpontjába a természetesen beled jelmondaton keresztül, ez teljes mértékben megjelenik a hűségerdő projektben, hiszen az ember és természet kapcsolata nagy mértékben megerősödhet az ilyen erdőtelepítésekkel, hiszen ezek egyre népszerűbbek jelenleg, és az egyetem is próbálja ezen mintaprojektjén keresztül is népszerűsíteni ezt a tevékenységet. Érdemes műszakilag is ellenőriztetni autónkat, mielőtt hosszú útra indulunk vakációzni. A szakember azt javasolja, időben tegyük ezt meg, hiszen előfordulhat, hogy komolyabb hibára derül fény, így azt nagyobb munka megjavítani. Az átvizsgálás során a gumiabroncsok és a klímaberendezés ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek. Mindenképp mielőtt nyaralásra indulnánk, ajánljuk a teljes körű átvizsgálást, hogy ne útközben érjenek minket meglepetések. Sajnos idei szezonban is azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan elindulnak hosszú útra, úgyhogy előtte vagy egy-két nappal szeretnék átvizsgáltatni az autót, aminek nem nagyon látjuk értelmét, mert érdemes azért időt szakítani rá, főleg a régóta nem volt szervizben az autó, hogy mindenképp legyen átnézve, hogy ne útközben érjenek minket meglepetések. Tapasztaltuk idén is azt, hogy nagyon sokan járnak hozzánk is Sopronba nyaralni, és fel kell keresniük szervizt, mert úgy érnek ide, hogy az autó már lassan szétesik, és olyan problémákkal, amivel nem biztos, hogy hazajutnak. És ugye hazai pályán mégiscsak jobb szerelőt vagy szervizt, ismert szerelőt felkeresni, mint az, hogy egy teljesen ismeretlen városban a nyaralásunkat azzal tölteni, hogy mégis ki fogja most SOS-be megcsinálni az autót. Úgyhogy tényleg mindenkinek azt ajánljuk, hogy előtte legalább egy pár héttel menjen el szervizbe, és tényleg szakszerűen legyen átnézve, és mielőtt elindul nyaralni, inkább csináltassa meg, mert biztos, hogy olcsóbban fog kijönni akkor, hogyha otthon időben rá van jönve a dolgokra, és tényleg azon megcsinálva, ami kell ahhoz, hogy az autó biztonságosan közlekedhessen. Egy féket előre láthatólag 60-70 ezer kilométerenként nagyjából cserélni kell, tehát az nem úgy kopik el, hogy egyik pillanatról a másikra. Ez mondjuk megelőzhető lenne azzal, hogy beviszi egy szervizbe, 2 perc alatt ránéznek, leveszik a kereket, és akkor meg tudják mondani, hogy egy féket rakjunk rá legalább mielőtt elindulnátok, hogy ne ott kelljen azért futkozni, hogy ki fogja lecserélni a féket. Meg hát ugye vannak olyanok, amik nem megelőzhető problémák, sajnos ezekkel ugye, ha hiába elviszik átvizsgáltatni, akkor se lehetne mit kezdeni. Ezek a ritkább esetek, tehát általában amik hozzánk bekerülnek, mint SOS probléma, az szinte mind megelőzhető lett volna, ha mondjuk előtte van egy átvizsgálás. Igazából ezzel az ember magát segíti, mert nem mondja el a nyaralását azzal, hogy egy szervizben kell várakozni, szervizeket kell hívogatni, hogy mondjuk hol tudják fogadni, ami most sajnos egy nagyon-nagyon körülményes téma még nekünk is, mivel QuickFitként 2-3 napon belül szoktunk időpontot adni. Most ugye a műszaki moratórium lejárta miatt nagyjából 2 hétre vagyunk beírva, és egyszerűen már tényleg ott tartunk, hogy nem tudunk mindent bevállalni mi sem. És akkor ugye az ember vagy megrizikózza, hogy hazamegy úgy, hogy az autó ki tudja, hogy hazaér-e, vagy pedig tényleg az, hogy addig könyörög, amíg valaki talán be tudja vállalni. A klíma hiába működik, ugyanúgy gondozásra szorul, mint az autó többi része. Tehát a klímában ugyanúgy van olaj, mint a motorban. Ezt ugye azért egy ilyen 2-3 évente érdemes lefrissíteni.
Amikor a klíma már nem működik, akkor általában baj van, tehát akkor egy töltés nagyon ritkán oldja meg a problémát. Amikor nem működik, akkor az vagy azért van, mert 12 éves az autó, és még senki nem nyúlt a klímához. És hogyha mondjuk tényleg egy pár évente rá lett volna nézve, töltve, frissítve a rendszer, akkor ugye ez megelőzhető lett volna, és nem lett volna olyan költséges mondjuk, mint amit ugye a végén elér ez a klíma. A fertőtlenítést azt ugye minden éven ajánljuk, főleg ugye így, hogy egyre több vírus, egyre több betegség, egyre több beteg ember van, tehát mondjuk ez egy, nem egy időigényes, nem egy pénzigényes dolog, mi ezt szervizünkben is tényleg pár ezer forintért csináljuk, ezt minden éven ajánljuk mindenkinek, hogy legalább tényleg egy pollenszűrő legyen kicserélve, meg egy klíma legyen fertőtlenítve, mert nagyon sok betegségtől megóvja az embert, allergia miatt is, tehát a pollenek, amennyi van ugye most így a levegőben, tehát mindenképp érdemes ezt időben kezelni, és tényleg minden évben legalább annyit elvinni, hogy egy fertőtlenítés legyen. A töltést az pedig azért egy ilyen három évente mindenképp érdemes mindenkinek elkezdeni. Nagy melegekben könnyebben felforr az autó, mondjuk, hogyha nincs rendbe téve a vízrendszere. Tehát ugye ezt is ugyanúgy át tudják ellenőrizni, mint kollégáink, mint más szervizek, hogy tényleg a vízrendszer rendben legyen. Mert ugye, hogyha mondjuk van egy folyás a fagyáló rendszerben, ha az ember elindul 400-500 kilométerre, az szépen elcsöpög útközben, mire odaér, olyan károkat tud okozni, ami mondjuk lehet, hogy alapból megoldotta volna egy tömítés a problémát, ami pár ezer forintos dolog, mire odaér a szervizbe, addigra meg már több százezer forint, mert mondjuk megfőzi tényleg az automotorját is akár. Tehát mindenképp ugye a vízrendszert is át kell nézni, a klímát érdemes előtte rendbe rakatni, tehát hogyha tényleg gyerekekkel utazunk, vagy ha csak tényleg a családnak a felnőtt tagjai, akkor is, hogy ne az legyen, hogy elérünk valahova, és már betegen érkezünk, mert a klíma miatt éppen allergiás tüneteink vannak, vagy megfázásos tüneteink. Úgyhogy azért az embereknek ezt mindenképp érdemes átnézetniük. Hát azon kívül ugye a nyári szezonra konkrétan más olyan nem szokott lenni igazából. Az általános dolgokat, azokat mindig át kell nézni. Tehát amiket akár otthon is tudunk ellenőrizni, tényleg guminyomástól elkezdve mondjuk a gumira ránézni, hogy milyen állapotban van. Annyi volt talán érdemes ezzel is szervizbe elgurulni, mert ez nem egy nagy mértékű dolog, tehát ez egy pár perces történet, legalább annyira kimenni, hogy a szerelőfiúk vagy éppen a szervizvezető egy dot számot megnézni, hogy mikor évjárató a gumi, mert lehet, hogy jól néz ki az a gumi, de attól függetlenül 12 éves, mint az autó, ez ugyanúgy benne van a defekt veszély. Onnantól ugye a pótkereket se sűrűn ellenőrzik az emberek, tehát lehet, hogy mondjuk van még egy leeresztett pótkerekünk a csomagtartóba, és állunk az utcélén két darab defektes leeresztett kerékkel, és akkor onnantól jön a várángatás, hogy most mi fog történni. Úgyhogy ezt ugyanúgy szervizekben mi a pótkereket is szoktuk ellenőrizni, és tényleg meglepődve tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok le van engedve, szelepet kell benne cserélni, annyi idős, mint az autó, és 20 éves autókról beszélünk, tehát érdemes a pótkereket is minden szempontból ellenőrizni. 2000 év, 2000 lépés címmel szerveztek városismereti sétát Sopron belvárosában. Az idegenvezető Tasner Tamás izgalmas történetekkel a tarsójában érkezett, és kalauzolta végig az érdeklődőket a különleges helyszíneken. Igaz az, hogy Sopron egy nagyon... Vasárnap van városismereti séta a Turinform iroda szervezésében, és ez a 2000 év, 2000 lépés pontosan arra utal, hogy ez a város nagyon régóta lakott. Nagyon nagy szerencsénk van a történelemben, hiszen az ókortól napjainkig, a keltáktól a páneurópai piknikig nagyon sok mindenről lehet mesélni. Szerencsénk van, mert ezek az épületek, amik körülvesznek minket, ezek több száz évesek, és szépen mutatják azt, hogyan alakult az itt élő embereknek az élete, vagyoni helyzete, az igénye, vagy éppen a különböző stílusok a korszakok szerint. Ezek a házak szinte az egész magyar történelmet be tudják mutatni, hiszen egyik helyen ott van a koronázó templom, másik helyen ott van a római fórum, a harmadik helyen a kurucoknak az ágyugójói, és hiába járt itt a török, a tatár, tényleg ez a város óriási szerencsére megúszta az elmúlt évszázadok pusztításait, kizárólag az 1676-os tűzvész, illetve majd a II. Világháború okozott nagyobb pusztítást, de gyakorlatilag ez a város 2000 év óta lakott. A sétán
elsősorban a városba érkező vendégek vesznek részt, hiszen ez a célja is a Turinform irodának, hogy megjutalmazzuk azokat, akik Sopront választották a pihenésük, üdülésük helyszínéül, de mindig vannak soproniak is, hiszen igaz az a mondás, hogy Sopron egy lokálpatrióta város, mindig feltűnnek olyan helybéliek, vagy éppen olyanok, akik most költöztek Sopron, és soproniakká szeretnének válni, akik érdeklődnek a város múltja iránt. Minden alkalommal egy kicsit másfelé megy a séta, akár úgy is, hogy a vendégek kérhetnek valamit kívánság szerint. A lényeg az, hogy a séták szórakoztatók legyenek, tanulságosak legyenek. Tehát én mindig belecsempészek valamit a múltból, ami egy kicsit úgy elgondolkoztatja az embereket, elgondolkozik azon, hogy lehet-e a múltból akár példát venni a saját életünkkel kapcsolatban is. És legyen benne egy kicsit mindig megható rész is, és hát ebből állnak össze aztán a séták. A hiteles történelmi eseményeken túl, mint a népszavazás története, vagy a németeknek az előzetése, vagy a koronázások, ami legjobban megfogja az embereket, talán azok a mesék és a legendák. És a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást, és tényleg azt gondolom, hogy akkor válik egy város Sopron például szerethetővé, ha nem csak a hivatalos történelmet ismerjük, hanem mellette azt is, hogy miért, hogyan alakult ki a város, vagy éppen hol található a várfalban a szűzlány. Kedves nézőink, Önök az Egy Heted a Sopron Televízió csütörtökönként jelentkező magazinját látták. Adásunkat visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon és YouTube csatornánkon. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!